Október végén halottak napja közeledtével szinte mindenki ellátogat a temetőkbe. Ilyenkor az elhunyt rokonok sírjaira leginkább virágot, koszorúkat és mécseseket visznek a hozzátartozók. A temetők üzemeltetői már hetekkel korábban elkezdenek felkészülni ezekre a napokra. Szekszárdon az alsó és a felsővárosi temetőkben is fejlesztések kezdődtek az elmúlt időszakban, amikkel hamarosan végeznek a szakemberek. Mindkét temetőben a ravatalozó előtető elkészül rövid időn belül most már, illetve az újvárosi temetőben a kerítés egy szakasza került korra tavasszal, illetve még tél elején a felújításra, és hát a szokásos takarítási, karbantartási munkák, faültetés, egyéb ilyen hasonló dolgokat végeztünk. Nem csak a sírkertek szebbétételével és fejlesztésekkel készülnek az üzemeltetők és az önkormányzatok a halottak napi hétvégére. A legtöbb temető ilyenkor hosszított nyitvatartással is üzemel. A temető a nyári időt a számítás szerint van még továbbra is nyitva reggel 6-tól este 8-ig, illetve 31-től november 3-áig esténként nem fogjuk bezárni a kapukat az eddigi bevált gyakorlatnak megfelelően. Továbbra is megközelíthető minden bejárat az eddigi megszokottaknak szerint, illetve szekszárdi alsóvárosi temetőben az obi felől gyalog is megközelíthető már a temető. A temetők üzemeltetői azt kérik, hogy mivel több millióan keresik majd fel az ország sírkertjeit, mindenki legyen türelmes és vigyázzanak egymásra.